esti témánk a szájüregi biológiai programok. Rengeteg szájüregi betegségről lesz ma szó. A diagnózisok másképp magyarázását fogják hallani. Nagyon sokszor kapunk egy-egy ijesztő diagnózist, amivel nem tudunk mit kezdeni. Főleg akkor tudunk ettől nagyon megijedni, amikor ismeretlen okokra hivatkozva próbálnak nekünk kezeléseket felírni. Én mindenkinek a figyelmét arra hívom fel, hogy próbáljuk meg megnézni, hogy mi mit tehetnénk azért, hogy az egészségünket visszanyerjük. Mi az, amit nekem másképp kellene tennem, gondolnom, éreznem, vagy viselkednem ahhoz, hogy ezeket a szájüregi betegségeket kiváltó okokat a jövőben elkerüljem, vagy feleslegessé tegyem. Én azt hiszem, hogy a legjobb megelőzés az, hogyha ismerünk olyan helyzeteket, amelyek betegítenek, a legjobb megismerés, a legjobb betegségi megelőzés az, ha felismerem időben ezeknek a helyzeteknek a saját életemben való szerepeit, illetve azonnal tudom, hogy mi a teendő ilyenkor. Úgyhogy nem is szeretném szájbarágosan felkonferálni Kareszt, ha lehet így stílszerűen szájbarágosnak nevezni a felkonferálást. A ma esti témánk a szájüregi biológiai programok, melyről dr. Budai László Károly, orvos természetgyógyász, életmód tanácsadó és germenyőtudományterapeuta fog számunkra beszélni, de hogy milyen biológiai programok tartoznak ide, mi az, hogy germénygyógytudomány, mi fedezte fel, milyen elveken működik, erről is szeretném egy pár szót szólnál, legfőképpen azok kedvéért, akik lehet, hogy most vannak ezen a webkonferencián először jelen, és remélem, hogy mindenki számára érdekes és tanulságos előadást fogunk hallani. Kareszt, a tiéd a szó. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit a ma esti webkonferencián, és örömmel látom, hogy nem csak a Kárpát-medencéből, hanem azon túlról is szép számban vannak hallgatók, érdeklődők, akik tudják, hogy kedd este kérdéseikre választ kapnak a fórumban, hogyha valamiben elakadtak, vagy valami olyan problémáik van, amire keresik az választ. A germénygyógytudomány az a tudomány, ami konkrét választ ad a tüneteinkre. Ezért tetszik nekem annyira, mert minden tünet mögött beazonosítható az a felmoldott érzelmi megrázkódtatás, ami a biológiánkban elindít egy értelmes biológiai különprogramot, amit eddig betegségnek neveztük. A germán gyógytudomány atya felfedezője dr. Rike Gerdhammer, aki az a csodálatos orvos, teológus, fizikus egyszemélyben, aki feltaláló is volt, és aki az élete tragédiájának köszönhette a felfedezését, mégpedig 19 éves fiának az elvesztése. A tragédia után két hónappal Hammer doktornak heredaganata lett, és elgondolkodott azon, hogy kell legyen valami kapcsolat az ő heredaganata és a fia elvesztése halála között. Ezt kutatva előbb 200 daganatos betegen, majd utána több 10 000 betegen, végül is rámutatott arra az összefüggésre, amit akkor ő a rák vastörvényének nevezett. Ezt 1981-ben fedezte fel, és az első számú biológiai természettörvény lett az a rák vastörvénye, és utána még további 4 törvényt is felfedezett. Ez a törvény a DHS kritériumait rögzíti számunkra, hogy mindenkinek érthető legyen, a DHS Dirkhammer szindrómát, tünetegyüttest jelent, vagyis a fiáról, a meghalt fiáról, Dirkhammerről nevezte a Hammer doktor azokat a feltételeket, ismérveket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével vagy szervi elváltozást indítson el a szervezetünkben. Vagyis minden olyan érzelmi konfliktus, ami drámai, tehát érzelmileg megérintett, hirtelen, váratlanul, meglepetés szerűen érkezett, és egy nagyon súlyos történetről van szó.
Ezt magányosan éltem meg, és benne ragadtam a konfliktusba. Ezek azok a feltételek, amelyek ha mind egyben megvannak, akkor az agy közvetítésével elindul a szervezetünkben egy szervi elváltozás, valamilyen biológiai válasz. És mivel minden nap fog minket érni, vagy nem tudjuk kivédeni azt, hogy érzelmileg valami megrázzon minket, váratlanul, meglepetésszerűen, és ugye itt kellemetlen érvényekről beszélünk végre, mert ha valakivel közlik, hogy örökölt valamit, attól nem lesz, attól nem fog megbetegedni. Tehát mindig valami félelem alapú történetről van szó, ami nagy félelmet vált ki bennünk, ami nem úgy történt, ahogyan mi azt elképzeltük, és ez lesz az a dolog, ami csak akkor fog bennünk elindítani egy szervi elváltozást az agy közvetítésével, ha benne ragadunk a konfliktusba és magányosan éljük meg. Na, ez a két feltétel viszont csak és kizárólag tőlünk függ. Vagyis ezzel azt kell értenem, hogy bármilyen drámai, érzelmileg megérint, valamilyen konfliktust hordoz magában, valami számomra nem tetszőt, nem elfogadhatót, ami hirtelen váratlanul tör rám, nagyon súlyosan érint, tehát nem arról van szó, hogy Nepálban hány centi hó van most jelen pillanatban, mert engem Magyarországon ez a történet nem fog súlyosan megrázni, viszont ha én vagyok egy hógörgetekben, vagy egy síeléskor bent ragadok a hóban, az már engem érint. Mi az, hogy magányosan éljük meg? Hát a konfliktusainkat zömében több emberrel szoktuk megélni. Hát ritkán fordul elő, hogy önmagammal egyedül vagyok egy konfliktusban. Veszekedések, viták, azok mindig több emberrel zajlanak. Igen, de az, hogy engem nem értett meg senki ebben a vitában, vagy magamra maradtam a véleményemmel. Ez már azt jelenti, hogy magányosan éltem meg azt az adott történetet. És ebben a pillanatban kialakulnak a sinek, vagyis őrzőnek azok a körülmények, amelyek ezután konfliktus nélkül is elindítják az értelmes biológiai különprogramot. Mégpedig csak is akkor, ha ezek a történetek nincsenek érzelmileg feloldva. Mert ne felejtjük el, hogy egy érzelmileg elindított programot érzelmileg kell feloldanunk ahhoz, hogy a sinek eltűnjenek, és akkor nem lesznek krónikus betegségek. Tehát megint csak azt tudom ajánlani, mint minden kedveste a kedves hallgatóknak, hogy a mai napjukat is zárják le békével, megértéssel, elengedéssel, megbocsátással. Teremtsük meg a lelki békénket, a belsőnkkel és a világgal, és akkor garantált, hogy nem lesznek krónikus betegségeik. Tehát a nem új ékel nap a te haragoddal, mint megoldási kulcs is felfogható lenne azért, hogy egészségesek maradjunk. A lényeg viszont mindig az, hogy az adott helyzetben a beteg mit élt meg. Mert az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. Tehát nem az számít, hogy mi történt, hanem mi volt az én megélésem, ez viszont természetesen az eddigi életem tapasztalataiból, személyiségemből fog következni, hogy milyen konklúziót vonok le egy adott történetben. A második biológiai természettörvényben Hammer doktor részletezi, hogy mi történik a DHS után. Vagyis amikor megtörtént ez a váratlan esemény, itt látjuk az első függőleges vonalon a DHS-t, hát ugye akkor az a nappali szimpatikotómia, éjszakai paraszimpatikotómia szép hullámzása és kiegyensúlyozott része, ez teljesen felborul, amit látjuk a rajzon. És hogy szimpatikotónia és paraszimpatikotónia, ez is hát ez a... Ez a két kifejezés a vegetatív idegrendszerünkre utal, és az az idegrendszer tekintjük működésileg és anatómiailag is, akkor van egy szomatikus idegrendszer és egy vegetatív. A szomatikus idegrendszerünk az, ami kapcsolatot teremt köztünk és a külvilág között, mondjam azt, hogy ez a tudatos része, innen ez foglalkozik a bejövő
információk feldolgozásával indulnak ki a mozgató parancsok, és van a vegetatív idegrendszer, ami viszont a belső szervek működését hangolja össze, és nyilvánvaló, hogy a belső szervek működését mindig a feltételekhez viszonyítva kell behangolni, tehát ha futnom kell, ha menekülnöm kell, nyilván akkor nem az emésztő rendszeren, hanem az izmok részén fognak az erek megnyílni, azért, hogy még jobb legyen a vérellátása az izomzatnak, még gyorsabban fogunk szuszogni, emelkedik a vérnyomásunk, ezt nem kell előre beállítanunk, ez úgy magától autonóm módon történik, ezért a vegetatív idegrendszert régen autonóm idegrendszernek nevezték, és mint minden szabályozásnak két pontja van, van egy ingerlő és van egy gátló pontja, és a nappali feladatoknak való megfelelésben a szimpatikus, a dolgoknak a helyreállítását pedig a paraszimpatikus idegrendszer fogja elvégezni. Akkor ez így érthető volt el. Igen, köszönöm a kiegészítést. Tehát azt látjuk, hogy a váratlan esemény fel nem dolgozása után a szimpatikus idegrendszer túlsúlya lesz az, ami itt ábrázolva van kék területtel, hiszen ilyenkor hideg tüneteket fogunk észlelni, vagyis hideg a kezem, hideg a lábam, ketyeg a szívem, emelkedik a vérnyomásom, nem tudok elaludni, vagy elalszok, felébredek, nincs étvágya, nem táplálkozok rendesen, lefogyok. Miről van szó? Ameddig zakatol az agyam, azon a bizonyos történeten, amit én még mindig nem tudtam érzelmileg feloldani, addig a biológián már is a konfliktus aktív szakaszban segítségemre jön, hogy megoldja a maga szintjén, biológiai szinten a problémát. Fogunk erre példát mondani. Aztán, ha megtörténik a konfliktus megoldása, a karma konfliktus megoldása, akkor a megoldást követő fázisban, amit látjuk, van két piros és közte egy kék színű szakasz, a nyilván a piros szakaszok azok már a paraszimpatikus idegrendszer túlsúlyáról szólnak, amit másképpen vagotóniának is nevezik, mert a nervus vagus a tizedik pár agyidegnek a vegetatív rostjai azok, amelyek itt dominálnak, minden szervnek van ebből az idegből valamilyen beidegzése, és ez azt jelenti, hogy mindig a helyreállításban segít nekünk a paraszimpatikus idegrendszer. Nos, amikor eljönnek a meleg tünetek, ugye, akkor gyulladásról beszélünk, amit fájdalom kísért, duzzanat, a működésnek a visszafogottsága, meleg, fáj, duzzat, piros, tehát ez a rubor tumor calor dolor, a hallgatóság már szerintem megtanulta, és ezek a tünetek már például klasszikus tünetei a gyulladásnak, amit nyilván már a középkorban leírtak az akkori megfigyelésen működő orvosok. Nos, az exudatív fázis annyit jelent, hogy folyadék, azaz víz áramlik a gyógyuló szöveteinkbe, ugyanakkor az agyi központba is, és ezért ezt az egészet még egy rendes fejfájás is kíséri. Aztán nem maradunk sokáig ebben az állapotban, mert jön az epileptoid krízis, ami a legzajosabb tünetekkel jár az egész programot illetően, és hát nyilván ezek a zajok, a zajok erőssége, vagyis a tünetek erőssége attól függ, hogy mennyit ültem én a konfliktus aktív szakaszban. De nem mindegy, hogy egy napot, egy hetet, egy hónapot, vagy egy évet ülök egy konfliktus aktivitásban, ugye érthető, hogy akkor a megoldási szakasz is ennek megfelelően hosszabb lesz, és az epileptoid krízisben pedig igen kemény tüneteket fogunk észlelni. Nos, itt történik meg akár a szívmegállás, az epegörcs, a vesegörcs, ezek a mélyvénás trombózis, ezek ugye olyan tünetek, amivel már biztos, hogy kihívjuk a mentőt és bemegyünk a kórházba, mert igen, lehet szükségünk orvosi ellátásra, hogyha túl nagy volt a konfliktus tömeg. Ugyanakkor azért epileptoid krízis, mert epilepsziás görcsroham is lehet itt. Ha a konfliktus, a DHS, ugye egy mozgással kapcsolatos, és érzelmileg fel nem oldott félelem volt. Az epileptoid krízisnek a lényege, biológiai értelme az, hogy
A víz az agyi központból kipréselődik, kipréselődik a víz a szöveti szinten, ezért több vizeletet ürítünk, mint amennyi vizet megittunk, és jön még egy nagyon, hát mondjam azt, hogy kellemetlen része a gyógyulásunknak, mégpedig a hegesedési fázis, restitúciós fázisnak is mondhatjuk, tehát helyreállítás magyarul. Arról van szó, hogy itt extrém fáradtságot fogunk érezni, megint leszét vágyunk, tudunk aludni, de nagyon-nagyon fáradtak vagyunk, és ha nem tudjuk, hogy ez a rész, ez már azt jelenti, hogy túl vagyunk a nehezén, és már csak néhány nap választ el minket a teljes gyógyulástól, nos, akkor újra beleeshetünk a konfliktusba, és újraindíthatjuk ezt az egész programot, és pont ez lesz az, ami fenntartja a konfliktus aktív szakaszokat. A megoldás, vagyis ahogy mi történik ez alatt az idő alatt, ugye ha példával szeretnék élni a száj üregből, akkor elkezdődik mondjuk egy falat megszerzésével a mandulának a megduzzadása, itt most sárga szín, épp azt jelenti, hogy sejtek szaporítása történik, és nyilván mindenki, aki már volt mandula gyulladása, tudja, hogy milyen gyulladásos tünetekkel jár a felesleges sejteknek a lebontása a gyógyulási szakaszban. Ugyanakkor van olyan is, amikor aftát fogunk a szájban találni, és ez rögtön fájdalommal jár, ez kivételesen, mert ez egy ős szájnyálkahártya szerint működő nyálkahártya, és az aftának a meggyógyulása pedig, vagyis ezeknek a fekélyeknek, a szövetjeinek a feltöltődése, az a megoldási szakaszban fog megtörténni. A harmadik biológiai törvényben Hammer doktor pontosan ezekre a dolgokra fog ráutalni, de mint mondtam, ha nem oldjuk fel a konfliktust, ha végig benne maradunk, hát akkor igencsak nagy, hatalmas méretű szövetszaporulat jöhet létre, és ezt már ugye mandula ráknak fogják nevezni. Van policiklikus lefolyás, amikor azt mondjuk, hogy visszatérő fájdalmak, vagy visszatérő afták, visszatérő herpeszek, visszatérő mandulagyulladások vannak, vajon miért? Mert alapjában az a konfliktus, ami itt elkezdődött, az nem lett érzelmileg feloldva. És itt van a harmadik rész, a függő gyógyulás, ami azt biztosítja, hogy folyamatosan lesznek tüneteink, amelyek vagy szövetszaporulatot, vagy szövethiányt fognak okozni a szervezetünkben. De ez nem véletlenül történik, minden a három csiraleveznek megfelelően fog kialakulni a szervezetünkben. Ugyanis minden sejtünk, amiből a testünk áll, három csiralevezből származik, és ez meghatározza, hogy egy életen át ezek hogy fognak működni. Vagyis már is meg kéne nyugodjunk, hogy nincsenek vándorló migráns sejtek a szervezetünkben. Az egyetlen vándorló sejt a szervezetünkben az a vér alakos elemei, a vörös vérsejtek és a fehér vérsejtek fajtái, valamint a vérlemezkéje. Ezek azok, amelyek a vérkeringéssel folyamatos körforgásban vannak. De olyan, hogy egy, mondjuk azt innen a mandula sejtem, mondjuk, mert ugye szájüregről beszélünk, gondol egyet és elmászik, és teszem azt a nyakamba fog átétet csinálni, ez egy teljesen biológiai képtelenség, hisz láthatjuk, hogy a három csiralemezből a három színű nyílnak megfelelően különböző szövetek alakulnak ki, és mint hogy elültetett magból is ugye kinő egy növénynek gyökere, szára, levele, utána a levelet hiába ültetem el, abból már nem lesz újabb növény. Csak is az újabb magból lesz újabb növény, tehát nyugodjunk meg, hogy nem vándorolnak el a sejtjeink, viszont a lebontott sejtjeink azok a nyirokcsomókban fognak újra hasznosulni, mert nem dobjuk a kukába úgy, ahogy vannak, hanem a nyirokcsomóban fognak ezek a sejtek lebomlani, és ezért a nyirokcsomók természetesen megduzzadnak, esetleg fájdalmasak is lesznek.
Nem szeretnék nagy részleteibe belemenni az ökobiológiai törvénynek, csupán annak az értelmére, logikájára rámutatni, ami pontosan az embriológiának a lényege, mert valójában az egyetfejlődés útján tudjuk csak, ennek ismeretében tudjuk megérteni, hogy valójában a betegségek hogyan alakulnak ki. Ezért erre nem ártana vissza lapozni, de nem kell újra tanulni, ami lényeges, azt itt elmondjuk. Három csíra lemez, tehát meghatározza, hogy egy életen át az abból származó sejtek hogyan fognak működni, és ezeket a sejteket életünk végéig ugyanaz az idegi központ fogja irányítani. Nos, a túléléshez, ugye a túlélés az életben maradáshoz, ugye bizonyos feltételekre van szükségünk, és ezeket a feltételeket az agytörzs irányítása alatt levő szöveteink biztosítják. Itt a falat konfliktusnak, a táplálék falatnak a biztosítását látjuk ábrázolva, mert ugye táplálkozni kell ahhoz, hogy életben maradjunk, de nem csak ennyire él az ember, hanem kell még neki levegő, kell még neki víz, meg fény, meg hang. És ezeknek a feltételeknek a biztosítását mind az agytörzs irányítja, és ebből következik, hogy nem csak a tápcsatorna sejtjeinek az irányítása, hanem a tüdőnek, a vese bizonyos részeinek, a középfülnek és a szivárványhártya sejtjeinek az irányítása is ide tartozik. A középső csíralemez mezoderma sejtjeit két idegi központ irányítja, mert ugye azt jelenti, hogy különböző félelmek lesznek azok, amelyek elindítanak bennünk egy programot. A kis agy, amit itt látunk, az a vélt vagy valós támadások, a túlzásba vitt aggódások, a gondozási konfliktusnak, a bemocskoltsággal megélt konfliktusoknak a megoldására létrejött központ, azon túl, hogy a finom mozgásokat is koordinálja természetesen, de ezek a félelmek mindig kisagyi központba fognak becsapódni, és elindítják a hozzátartozó sejtekben a megfelelő szövetek szaporulatát, vagyis a hashártya, mellhártya, szívburok, vagy az írha sejtjeinek, vagy éppenséggel az emlőmirigynek a túlszaporodását, amikor túlzásba visszük az aggódását, amit ugye melldaganatnak neveznek. A fölötte levő idegi központ a nagyagyhoz tartozik, látjuk innen hiányzik ebből a felső részből ez a fehér rész, gyakorlatilag ebbe ez a sárga tartozik oda be. Ez a nagyagy fehér állománya, amelyekben olyan szürke magvak, idegi központok vagy relék vannak, amelyek az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseinket fogják föl, és ezek hatására a hozzájuk tartozó szövetekbe mindig szövet sorvadást indítanak, mert az önleértékelés az egyenlő önpusztítás. Nos, a szövet sorvadás a mozgással kapcsolatos szervekben indul, amelyek a csont, az ízület, az izom, izmokat ellátó erek és a kötőszövet, zsírszövet. A piros színnel jelzett ektodermából származó sejtjeinket mind az agykéreg irányítja. Itt a piros baba az elválasztási konfliktusokat ábrázolja, vagyis azt a konfliktust, amikor nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elszakadni valakitől. Az agykéreg az akaratlagos mozgásokat, birtokkonfliktusokat, az érzékszerveknek az információit veszi, tehát összetett, bonyolult feladata van, de mindezekről a konfliktusokról külön-külön webkonferenciákon lehet tájékozódni a weblapnak a saját YouTube csatornáján, vagy éppen a saját videói között, mint elválasztási konfliktus, birtokkonfliktus, önleértékelés, vélt vagy valós támadások, falat konfliktusok, tehát ezeket részleteiben is meg lehet ismerni. A negyedik biológiai természet törvényben Hammer doktor rámutatta arra,
hogy a csíralemezeknek megfelelően az adott sejtjeinknek vannak segítőik. Így tehát a belső csíralemezből származó és feleslegessé vált sejtszaporulatot a gombák fogják lebontani, fogunk erre példát látni. A visszaépítendő sejteket a baktériumok segítségével fogjuk megcsinálni az új mezodermális szöveteknél, és az ektodermális szöveteik számára természetesen a vírusok fognak segítséget nyújtani a visszaépítésbe, ezért van az, hogy a humán papilloma vírus például a mészáj nyálkahártyájának a visszaépítésében fog segítkezni, vagy éppen a másik vírus, ami az epeutak nyálkahártyájának a visszaépítését végzi, ugye ezt hepatitisnek fogják nevezni. Ez azért lesz krónikus, mert függő gyógyulásban marad az a program, ami az epeutak csatornájához tartozik. Az ötödik biológiai természet törvényen Almer doktor rámutatta arra, hogy minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól, amit ugye nem nevezhetünk rossz indulatú programnak, és ugyanakkor a DHS, vagyis a konfliktus pillanata, az egy olyan fantasztikus beprogramozás a szervezetünkben, hogy ez a sarkalatos pontja az egész kialakuló programnak. A lényege az, hogy ebben a pillanatban a szervezetünk már tudja, hogy sejt szaporítással, sejt sorvasztással, vagy működés változással fog segíteni nekünk a túlélésben. Tehát ez egy tökéletes, egyszerű biológiai rendszer, ami nem csak az emberekre vonatkozik, hanem természetesen az élővilágra, a növényekre és az állatokra egyaránt vonatkoznak Hammer doktor egyetemes biológiai törvényei. Mosolyogni szoktam, amikor azt mondja valaki, hogy őre nem vonatkoznak a Hammeri törvényeket, mondom, jó van, akkor én boldogan, ha úgy gondolod, hogy nem vonatkoznak rád ezek a törvények. Bebizonyított tény, hogy ezek a felfedezések teljes mértékben megállják a helyüket, úgyhogy erről is volt szó előző webkonferenciákon, nem szeretném részletezni. Menjünk inkább a mai nap témájára, mégpedig a szájüreg problémáira, és hát ha a szájüregről beszélünk, akkor meg kell mutassam az ős szájat, ugye, itt láthatjuk ebben a rajzban, Hammer doktor rajzáról beszélek, amikor is ő ábrázolja sematikusan azt az egyszerű élőlényt, aki a tengerben él, ezt úgy hívjuk, hogy tengeri anemóna, vagy magyarul tengeri rózsa. Most ez az élőlény ezen a nyíláson, amiben mostan éppen benne vagyok, ebben a nyíláson elkapja a táplálékot, látjuk, hogy körbe megy a táplálék ugye a tápcsatornán, és ugyanezen a nyíláson fogja a maradékot is üríteni. Tehát ugyanazon a nyíláson táplálkozik, amely nyíláson ürít. Ez az ős száj. Tehát jobb oldalt bemegy a falat, és bal oldalt kijön? Akaka. Igen. Hát a falat feldolgozott. A falat feldolgozott, igen, falat. A maradék az bal oldalt kimegy, és itt természetesen a falat konfliktusnál még nem beszélünk kezűségről vagy kezességről, itt csak ennyi van, hogy jobb oldalt bemegy a falat, tehát ha valamit el szeretnék kapni, az jobb oldali tüneteket okoz, ha valamitől meg szeretnék szabadulni, az bal oldali tüneteket okoz. Láthatjuk itt ezt a szaggatott vonalat, ami azt mutatja, hogy itt fog fölszakadni a gyűrűforma, itt van a másik oldalon, és ettől kezdve nyilván a szájüregen bejut a táplálék, végig megy a tápcsatornán, és nyilván, hogy a végbe a nyíláson fog az egész kiürülni. És arra szeretném itt felhívni a figyelmet, hogy mind a végbe a nyílásban, mind pedig a szájüregben a nyálkahártya borítás két rétegű. Látjuk, hogy van sárga, és van piros szín is benne,
És ez a piros a nyálkahártya, a sárga, ami alatta van, az a nyálkahártya alatti nyálkahártya, vagyis azt mondjuk, hogy szubmukóza, mert a mukóza a nyálkahártya, a szubmukóza pedig az, ami alatta van. Ezzel én mindig gondba voltam, hogy hogyan kell ezt elképzelni. Hát ezért hoztam egy szövettani képet is ide. Látható, hogy itt ez a vékony réteg itten, ez a sötétebb színű, vékonyabb réteg, ez az, ami ektodermális. Tehát mondjam azt, hogy a piros színnel jelzett külső csiralemezből származik, ami alatta van, és hát ugye ez még mindig piros színű, mert hát ez is nyálkahártya, meg vérbő, tehát ez viszont a sárga színnel jelzett csiralemezhez tartozik, és ez a szubmukóza. Azért is hoztam ezt a képet, mert Rékának mindig problémája volt, hogy mi az, hogy nyálkahártya alatti nyálkahártya, de remélem most már mindenki számára érthető, mert ha Rékának ez kérdőjel volt, szerintem meg rengeteg hallgatónak kérdőjel volt, csak ők nem mertek kérdezni. Így van, nagyon sok ilyen levelet kapok, hogy mit kérdezzek meg tőled a webkonferencián, igyekszek mindenkinek eleget tenni. Remélem, hogy akkor ezzel most már mindenki tisztán látja a helyzetet, és hogyha belemegyünk abba, hogy a szájüregben sejtszaporulatot, nyálkahártya sejtszaporulatot mi fog okozni, nyilván, hogy a szubmukóza, vagyis az endodermális nyálkahártya. Az endodermális nyálkahártyának a szaporulatát konfitus aktív szakaszban az okozza, hogy a táplálékot szeretném elkapni, de nehezen tudom lenyelni. És ugye nem véletlen, hogy az újszülötteknél megjelenik az a bizonyos szájpenész, mert ameddig nem tanulnak meg rendesen szopni, addig a szubmukóza, vagyis a nyálkahártya, alatti nyálkahártya megvastagodik, ez nem okoz semmi tünetet, de mikor megtanul a gyerek rendesen szopni, akkor megvan a konfliktus megoldása, és a gombák segítségével le fog bomlani természetesen ez a felesleges nyálkahártya rész. Az epileptikus krízisben semmi különös nem történik, és azért egyezzük meg, hogy ez nem szokott hónapokig, évekig eltartani a gyereknek a reflexei, azok ott vannak, és hát a szopásnak a megtanulása egy-két napot vehet igénybe. Nyilván ez függ attól is, hogy az édesanyja hogyan gondozza és hogyan eteti ezt a gyermeket. Nagyon érdekes az, hogy mennyi hit és tévhit és hiedelem van a gyermek csecsemő gondozásával kapcsolatban. Nagyon érdekes az, hogy mennyi mindent csinálunk hagyományőrzésből, reflexből, tudományos könyvekből olvasva, és ezek néha teljesen ellentmondanak egymásnak. Természetesen, mert senkinek nem lógott a köldök zsinórján Hammer doktor tudományos táblázata, mert ha ezzel tisztában lennének az anyukák, hát akkor nem lenne bennük annyi félelem, és annyi áltudományos dolgot nem hinnének el, és annyi felesleges dolgot nem vennének meg. Jó, én csupán két gondolatot szeretnék itt megemlíteni, azt a bizonyos rózsamézet, amit gyermekkorunkban, ilyen esetekben egyszerű, hagyományos módon bekenték a nagymamáink a torkunkat, illetve a nyelvünket. Ez a rózsaméz, ez nem tudom, hogy egyáltalán mennyire hasznos, nem hasznos. Egyáltalán nincs esetleg ennek valami hát placebo hatása, és mikor azt érzem, hogy a gyerek most már rendben van, ettől rendben lesz, akkor ezekkel a történetekkel is nagyon sokat lehet segíteni. De mi az, hogy konfliktusom már során nem tudunk elkapni egy falatot? Tehát hiszen ez a gyerekkort végig tudja kísérni, és már nem csak a szoktatás, teljes táplálásnak a... Láthatunk itt egy másik képet is, ami felnőttnek a torkáról készült kép, és ez pont arra utal, hogy felnőtt ember is képes ezt megélni, például az intenzív osztályra kikötött emberek, akik ugye nagyon szeretnének egy korty vizet inni,
oda sóvárgó tekintettel néznek az éjjeli szekrényen álló vizes pohárra, és benne a szívószálra, de nincs, aki adjon nekik egy korty vizet. Tehát itt felhívnám a figyelmét mindenkinek, hogyha látogatni megyünk betegeket, akkor ne csak a mi ismerősünket lássuk el, hanem nézzünk már szét, hogy kik vannak még ott, és kinek milyen segítségre lenne szüksége. És nyilván, amikor megkapja ez a beteg a áhított falatot végre, hozzájutott a vízhez, akkor a megoldási szakaszban nála is a gombák lebontják a felesleges sejteket a szubmukózából. Igen, ez egy felnőtt példa, de én szeretnék még egy-két gyerekesetet, gyerektörténetet mondani, hiszen hát azért a szájpenész jellemzően egy gyermekkori betegség, ha lehet egyáltalán betegségnek nevezni. Abszolút nem az. Nagyon sokszor a gyerekeink mindent a szájukba vesznek. Ez az alapvető világfelismerő állapot. Hát igen, a gyermek mindent a száján keresztül fedez fel még. Így van. Viszont rengetegszer mondjuk azt neki, hogy ezt ne tedd a szádba, az nem jó. A gyerek mindent meg akar kóstolni, meg akar ismerni. Ahogy nő, egyre több dolog iránt nyílik ki az érdeklődése, és vannak olyan nagyon drága játékok, amit több testvér esetén nem tudunk többet venni, hanem csak egyet. Vagy vannak olyan lehetőségek is, például nem tudom most mennyire lehet gyereknek azt mondani, hogy baba, mert ez, ami most létezik, az nem feltétlenül a számomra baba kategóriát jelenti, de a drága játékot eltesszük. Itt van a tiéd, megkaptad, de mégsem játszhatsz vele eleget. Hogyha ez nem csak egy birtok, hogyha ebben nincs birtoklás, hogy én megszerezzem, bekapjam, bekebelezzem, hanem csak egy olyan dolog, hogy vágyok valamire, de nem tudom megszerezni, sokáig megkapni, annak lehetnek szájpenészes tünetei. Nyilván a gyermek megélése az, ami ezt befolyásolja, hogy mennyire birtokolni akar valamit, és mennyire érzi ezt a sajátjának, mennyire érzi ezt közösnek, mert hogyha ez egy közös játék, amit nem mindig adnak ide, és nem tudok vele úgy játszani, ahogy én szeretnék, annak lehetnek ilyen tünetei is. A másik nyálkahártya, tehát ami a felszínen van, ugye, az a konfliktus aktív szakaszban sorvadni fog. És ugye már említettem, hogy ősszáj nyálkahártya séma szerint működik, ami csupán annyit jelent, hogy a fekélyesedést fájdalom kíséri. És ezért fáj az afta konfliktus aktív szakaszban, ami csak annyit jelent, hogy valamilyen dologtól, ami a számba került, nagyon szeretnék megszabadulni. Hammer doktor itt olyan példát ír, hogy mondjuk valakinek leállítja a rendőr és az alkohol szondát a szájába kell vegye. Most már tudjuk, hogy van olyan alkohol szonda, amiben csak bele kell fújni, de akkoriban még ugye voltak ilyen alkohol szondák, amiben bele kellett fújni, és hát meg akarok szabadulni attól, ami a számban van, és ez a konfliktus aktív szakaszban hozza az aftát. Mint hogy említetted, itt nem feltétlenül az alkohol szonda szájba kerülése okozhat konfliktust, de gondoljunk csak azokra a fogszabályzó készülékekre, amiket a gyerekeinknek a szájába építettünk fogorvossal, állandóan piszkáltatjuk. Ez most már egy trend is, tehát én örülök annak, hogy vannak olyan gyerekek, akik ezt élvezik, hogy van egy ilyen készülék a szájukban. Nagyon sok felnőtt is rakott ilyet. Néha indokolatlanul is van jó pár fogorvos ismerősöm, akik beszámoltak arról, hogy van, aki csak a fém szerkezetet szeretné a fogára építetni, mert hogy ez milyen trend, és sokkal fiatalosabbnak tűnik így. Nem tudom, hogy ez mennyire divathóbort, mennyire egészségügyi történés.
de ebben az esetben az a dróthálló, ami ilyenkor a fogakat körbeöleli, az egy idegen test, akármennyire is kényelmes. Sajnos a közelmúltban láttam egy számomra teljesen megdöbbentő hatással bíró reklámot. Felnőttek tudnak ilyen öntapadós, meleg vízben formát felvevő, bolti, teljes fogsort rendelni, egy ilyen protézist, amit rá lehet húzni a saját fogakra. Én kíváncsi lennék, hogy az hány oftát okoz, hiszen nagyon jó minőségű kínai termékről beszélünk. Nem tudom, hogy mi van benne, mivel gyártják, mi az, hogy mindenkinek univerzális méret, és a saját fogamra felhúzható. Nyilván ez egy hófehér fogsort kölcsönöz, de nem feltétlenül remélem, hogy ez Magyarországon divat hullámmal nővi ki magát. De a szájjal-nyelvvel kapcsolatos konfliktus, maradjunk még egy picit a gyerekkornál, a fiataloknál. Rengeteg olyan dolog van, amit egy kisgyerek a szájával próbál megismerni. Nagyon sokszor nagyobb gyerekek itt vicceket, rossz ízű tréfákat sütnek el. Gondoljunk csak arra, hogy ha tovább rágod a körmöt, bepaprikázom a kezedet. Ja. Ez igen. Például egy nagyon komoly szájjal, foggal, nyelvvel kapcsolatos konfliktus lehet. Vagy ismerünk olyan tréfát, amikor egyéb bogyókat tesznek a gyerek kezébe, nagyobb gyerekek. Mindenféle drazsét, én velem is előfordult, a drazsés cukorkát megették a nagyobbak, és hát a nyúldrazsét próbálták beletenni. És azt ugye kiköpted rögtön? Hát kiköptem rögtön, iszonyatosan sírtam, annak már egyéb konfliktusai is voltak a nagybátyámat illetően. Aha. A nagymamám ellátta a baját mindegyiknek, aki becsapott, aki a drazsét megette. És lehet, hogy mindenkinek vannak ilyen történései, valamit bevet, követ. Nagyon szerettünk így kavicsot mosni, hogy bekaptuk és leraktuk, és ezzel így tisztítottuk. Nyilván ez egy 2-3 éves gyereknél teljesen normális, viszont nagyon sok iskolai tréfa, amit én nem biztos, hogy tréfának neveznék, jár olyan dolgokkal, hogy egymás megalázását célozzák meg ezek a feladatok, csukod meg a cipőm talpát és egyéb történések. Igen, ez volt a legfinomabb, amit így este elmertem mondani. A tizenévesek nagyon kegyetlen tréfákat tudnak kitalálni, ami már nem tréfa kategória, tehát hogyha a gyermekünknek, a kiskamaszunknak ilyen jellegű problémái vannak, akkor mindenképpen beszéljünk az ilyen történésekről is, mert nagyon sokszor terrorizálják egymást a gyerekek az iskolában, és olyan megalázó helyzetekre késztetik, hogy talán nem is jó ezt feltárni, de nagyon gyakran kerülnek mérgező anyagok, vagy netán fekálja is a gyerek szájába, ez pedig egy szájjal, nyelvvel kapcsolatos konfliktus. Pont ezért jó, ha a szülők ismerik a germánygyógytudományt, mert ha aftával megy haza a gyereke az iskolából, akkor rögtön rá tud kérdezni, hogy drága gyermekem, mi volt az, amitől te meg akartál szabadulni? Mi került a szádba? Vagy miről beszéltetek, amit te ki szerettél volna sürgősen köpni? És rögtön ott van, ugye a biológiai válasz az mindig hajszálpontos. Tehát unalmában senki se fog egy aftát létrehozni. De ha van egy aftás emléke, ugye, egy olyan DHS, ami nincs feloldva, akkor azt jelenti, hogy amikor olyan helyzetbe kerül, és nincs érzelmileg feloldva, akkor már a körülmények hatására is az afta újra ki fog alakulni. Vagyis elég, hogyha valakivel szemben van egy ilyen történése, és ez mondjuk az osztálytársa is állandóan megfenyeget, hogy jön még kutyára, de a félelem, hogy ez újra megtörténik, az aftát újra előhozza. Természetesen. De milyen szép az, hogy hivatalosan az oka ismeretlen.
Tehát én ezért imádom ezt a germán gyógytudományt, mert itt még ismeretlen betegségről nem hallottam. Kezd hasonlítani az akadémikus orvoslás egy kékfényre, hogy ismeretlen tettesek. Ott is mindig ismeretlen tettesek vannak, itt is az okok ismeretlenek. Persze, mert ha kórokozót nem tudunk kimutatni, ellenséget, akkor a dolog ismeretlen, vagy te vagy a hibás, autoimmun. Nem, és akkor már nem is kell keresni, te vagy a hibás. Szóval ezek elképesztő gondolkodásnak a következményei. Na most a nyálkahártya programnál vagyunk még mindig, de most a szépsége az egésznek az, hogy látjuk itt fent az ábrán, hogy itt ugye függő gyógyulásról beszélünk. És attól függ, hogy miről. Mert ha a nyálkahártya, az arc, ugye a pofa nyálkahártya érintett, akkor azt leukoplákiának fogják nevezni, mert valamitől el akarok választódni, ami a szájamban van. Milyen érdekes, hogy ez már rák megelőző állapotnak nevezik. Ez a fehéres volt? Ez a fehéres volt, igen, ez a leukoplákia, de ez mindig kialakul, ha mondjuk valaki fogorvosnál járt, és valami ott maradt a fogon, és ez piszkálja neki, irritálja egyfolytában a nyálkahártyáját, vagy teszem azt, olyan szokása van, hogy bevesz valamit a szájába, és az ott irritálja. Na, de az is egy lényeges dolog, amikor ilyen gyönyörű nyelv alakul ki, hát ez ritkaság. Én még az eddigi orvosi praxisom alatt ilyen nyelvet nem láttam, de elrettentő példának hoztam be, mert ez a szőrös nyelv mitől van? Az ektodermális, tehát a legfelső nyálkahártya túlszaporodása. Mert miről van itt szó? Arról van szó, hogy konfliktus aktív szakasz van, ugye sorvasztok. Megoldásban visszaépítek. És aztán megint sorvasztok egy kicsikét, aztán megint visszaépítek, és a dolognak a lényege az, hogy egyre több épül vissza, mint ami lebomlik, mert nincs a program bevezetve. Mert el akarok választodni valamitől, ami a nyelvemen van. Na, ez azért érdekes. Mert ugye az agyunk nem tesz különbséget valóság, álom és illúzió között. Akkor vajon mi van a nyelvemen? Hát maga ez a jelenség is önmagában gerjeszti ugyanezt, hiszen belézek a tükörbe, és reggel fogmosáskor kinyújtom a nyelvem önmagamra, és meglátom azt, hogy valami fekete szőrös valami van a nyelvemben, hát attól biztos, hogy el akarok választódni. És nagyon köszönöm azt, hogy felhívtad a figyelmet arra, hogy valóság álló illúzió. Még hozzátenném a szimbolikus jelentést is, hiszen itt van a nyelvem hegyén valami. Persze. És nem tudom megmondani. Gondoljunk csak bele, hogy amikor azt mondjuk, hogy valakin köszörülöm a nyelvemet. Igen, ez is nagyon jó. Ez azt jelenti, hogy itt már kimondtam, amit akartam. Igen. De még mindig nem, csak a folyamaton, de nem az, ami tulajdonképpen ott van. Igen. Rengeteg olyan történet van, amit a szájunkra vonatkoztatunk. Gondoljunk csak arra a kifejezésre, hogy na ez egy nagy szívás. Igen. És tudjuk ezt tovább ragozni is. Igen. Ki kellene rakni a 18-as karikát ahhoz, hogy ezt végigmondjam, de azt hiszem, hogy mindenkinek vannak ilyen ismerősei, akik mindenféle módon kifejezik a dolgokkal szembeni elégedetlenségüket, és az is mindegyik folyamat a nyelvhez kötődik. Igen. Ha ettől el akarok választódni, ettől a kellemetlen számomra, dehonestáló, méltánytalan helyzettől, akkor ez ott van a nyelvemen. Ráadásul, ha ott van a néhány kritériuma, hogy nem tudom elmondani annak az embernek, mert történetesen ő a vezérigazgató, és én fizetésemelést akarok kérni. Igen, de nem tudom, hogy hogy mondjam. De nem tudom, hogy mondjam, itt van a nyelvemen, és mindenhányszor bemegyek, beszól, hogy hát azért eszembe se jusson ilyet egyáltalán megemlíteni, vagy kitalálni, higgyék el, a vezérigazgató is emberből van, és pontosan tudja, amikor az alkalmazott bemegy, már a tekintetéből, hogy ez most pénzt kérni jött. Ilyenkor a multiknál
be lett szokás az, hogy valami olyan dolgot megemlíteni, ami számára nehéz, kivitelezhetetlen, vagy sokkal több időt vesz igénybe, mint amennyi határidőt mi adunk. Ezzel megírja a kudarc élményt a kedves dolgozó, és hiába van a nyelvehegyén a fizetés emelés kérés, mindig elharapja a nyelvét. Igen. Hányszor használjuk ezt a kifejezést, mert nem meri kimondani, kinyilvánítani mindazt, ami benne van. Igen, ez nagyon jól összefoglaltad, mert ebben még egy csomó más konfliktus is benne volt, amiről beszéltél, ami szintén a nyelvünkre vonatkozik, és egyéb tüneteket fog okozni. Kitérünk rá a következőkben. Köszönöm szépen. Nagyon jól felvetetted a dolgot. Na, van ilyen, ugye a bemocskoltságnak látjuk itt a jelét, az ajakherpeszt, mert valamit, amit a számba vettem, vagy a számra vettem, ugye, az, vagy valaki után koszos pohárból ittam egy pohárból, és aztán vettem észre, hogy te jó Isten, ez nem volt eléggé tiszta. Nos, ezek a dolgok itt mindig a megoldási szakaszban, az írha, a felesleges mennyiségben levő írhasejtek lebontása lesz az, ami ugye a bőr alatt elindítja ezt a genyes folyamatot, és nyilván feltör a felszínre, mert ugye a herpesz csupán ennyit jelent. A herpeszről nagyon sok történet eszembe jut. Gyerekkoromban egészen véletlenül nagyon sok herpesz alakult ki az ajkaim körül, ráadásul ez mindig disznóvágás után. Aha. Falon nőttem fel, és nálunk a disznóvágás, mert nem nálunk az egész településen, ami időközben várossá nőtte ki magát, mert ez mindig megemlíti, de akkor ez egy nagy község volt, de jellemzően télen mindenki disznóvágással ünnepelte a decembert. Nem tudom, önöknél volt-e ilyen élmény, vagy nem. Nálunk tényleg még a kilincsi zsíros volt. És feltételezhetően minden lébekanál módon mindenbe belemásztam. És gyerekként nyilván itt vannak kellemetlen illatok, szagok, ragadós, tapadós dolgok, és mindig megundorodtam attól, ahogyan a disznó feldolgozásra került. Érdekes volt az, amikor első élelmiszeripari napomat töltöttem, akkor is hát nem pont disznóvágásként éltem meg, de hát azért egy húsipari feldolgozó üzemben is rengeteg ilyen dolgot lehet látni. Akkor viszont nem jött ki a herpeszem, és azt gondoltam, még nem ismerem én a germán gyógytudományt, hogy kinőttem. Na most ez a bemocskoltság érzése, ez azzal is járt, hogy azért a disznótoron zsírosabb ételeket ettünk, és ez a disznótor, ez egy nagy családi találkozás volt. És abban a pillanatban, amikor össze-vissza puszilgatták az arcomat, ki hol ért, főleg a második kupica, harmadik kupica pálinka után a hentes, a böllér is szeretetét fejezte ki irántam. Na, nem biztos, hogy én vártam arra, hogy a böllér bácsi engem megöleljen, tudván azt, hogy ő egy ilkos. És ezért a disznó ölés állapota az nem a legtisztább szituáció. De a bemocskoltság érzését megélhetjük átvitt értelemben, és itt ugye a hurka, kolbász, zsír, egyéb történet fizikai szintű. De mi van akkor, hogyha bemocskolják azt, amit én mondok, vagy megalázóvá alakítják a mondataimat? Ugyanaz. Ugyanaz az érzés, vagy bemocskolva érzem valakinek a csúkjától magam. Tinédzserkorban mindig elképzeljük, legalábbis én azt hiszem, hogy ezt így lehet általánosítani. Mi kislányok, tinédzser kislányok elképzeljük, hogy milyen lesz az első csók. És
Én azt gondolom, hogy nagyon kevés embernek jön ez pont úgy össze, és pont azzal, akivel ezt szeretné. És mi van akkor, hogyha valaki olyantól származik az első csók, akitől én nem feltétlenül vágyakozom? És még csalódást is okoz, hogy hát ez nem kellett volna menni, hogy hú, ez igen. Hú. Igen. Vagy lehet, hogy akkor találkozunk azzal a helyzettel, amit itt mellette rajzoltál fel, ezek a szörnyűségek, amik igen. A kellemetlen szájszagot okozzák. De most egy szájszagú ember megcsókol, nem biztos, hogy nem lesz hogy nem leszek herpeszes. Nem véletlenül került a két kép egymás mellé. Hogy egymás mellett van. Igen. Mi okozza a szájszagot, Kereszt? Hát még mindig falat konfliktusnál tartunk, és függő gyógyulás, mert ugye a függő gyógyulás azt jelenti, hogy a gombák és a baktériumok száma hát felszaporodik. A szájnyák, a hártyában, a mandulákon, még a nyelőcső alsó szakaszán is. És ez a függő gyógyulás azt jelenti, hogy ez ennek szava lesz. De ugyanígy lesz függő gyógyulásban a fogénynak a gyulladása miatt is egy szag, de hát ugye egy lyukas fognak is van megfelelő hát illatanyaga. Úgyhogy a szájszagnak minden, ami a szájban van és függő gyógyulásban van, az hát az illatos lesz. Ha most ezt a két képet egy történetté kellene gyúrnunk, igen. Akkor elmondhatnánk-e azt, hogy mondjuk ez a fiatal ember az, aki régóta vágyakozik arra, hogy ne tudja csókolni a csirkerózsikát. És csirkerózsika pedig, de most elvesz kapva. Igen, ez így tökéletes történet. Ajaj, akkor most nem is tudom, hogy bátorságra ugye nincsen a fiatal rendbe kell tenni, a szájüveget rendbe kell tenni. De mi van akkor, hogyha ez a herceg, aki csirkerózsikát felkölti, csókjával az álmából. Mi van akkor, hogyha nagyon vágyakozik, és már szinte meg akarja kebelezni? Hát itt jön a mandulagyulladás, és amit látjuk, itt a konfliktus aktív szakaszban ugye megtörténik a mandulának, a mandula sejtjének a túlszaporodása, a megoldásban pedig itt a másik képen látjuk, hogy jönnek a segítőink, itt vagyunk a megoldást követő fázisban, és lebontjuk azt, ami feleslegessé vált. Na mostan a mandula, itt megint ugye a valóságállom illúzió egyaránt dolgozik, mert ha most jön a május 1-e, és ugye a holnap a anyuka úgy véli, hogy nincs elég meleg ahhoz, hogy a gyereknek fagyit vegyünk, és hogy meg sír, hogy anya, vegyél nekem fagyit, de nem veszek, de vegyél, de nem veszek, akkor a mandula gyulladás az garantált lesz, akkor, amikor a gyerek megkapja a fagyit. És nem a fagyitól fog a mandulája begyulladni, hanem attól, hogy időbe került, míg ő ezt a áhított falatot megkapta. Tehát itt valós falat konfliktusról van szó. De ugyancsak gyerek falatként élte meg azt a praxisomban, hogy áhított falatként szerette volna megkapni az anyját, mert elvált szülő gyerekeként az apjánál volt, és ugye várnia kellett arra, hogy az édesanyjával találkozzon, vagyis hogy megkapja, és mikor találkozott az édesanyjával, akkor begyulladt a mandulája. Igen, Karesz, ez egy nagyon szomorú példa, de azt hiszem, hogy nagyon, szerencsére, vagy remélem azt, hogy nagyon kevés ember él ilyen helyzetben, hogy a szülők nincsenek együtt, és anyuka falatként szerepeljen. Felhívnám a figyelmet egy jelenségre, amit számomra egy nagyon elszomorító, lassan generalizált, általánosan megjelent probléma. Méghozzá a ráhagyó nevelési stílus. Nagyon sok olyan kisgyereket látok mostanában, akár bevásárlóközpontokban, akár az utcán sétálva, akár a Margit szigeten látunk egy ilyen jelenetet, hogy a gyerek kiköveteli magának
azt, amit akar. Nagyon érdekes, amikor a bevásárló központokban láttunk egy 100-120 kilós meglett férfit, aki egy 3 éves kislány sírásától teljesen megszeppenve mindent megvesz annak a kislánynak. A puci szeme fényének csak ne legyen hiszté. Hogy hogyan lehet ezt szabályozni? Kell egyáltalán? Szerintem igen. Hogyan lehet ezt szabályozni? Nyilván nagy szeretettel, de következetességgel, kitartóan, bizonyos szabályrendszereket felépítve lehet ezt a helyzetet megváltoztatni. Nagyon gyakran hallunk felnőttek beszámolóját arról, hogy a gyerek milyen méreteket, vagy milyen mértékben követelődik, és mindent meg akar kapni. Ilyenkor az a generáció, akinek a lehetőségei még korlátozottak voltak, gondolok itt azokra az anyukákra, akik annó kisgyerekkorban cipőfűzőre kötött kulcssal lemehettek a tömbelé játszani, mert nem volt sem ekkora forgalom, sem ilyen körülmények, sem internet, telefon, meg abszolút nem. Nyilván egy más korszakot élünk, akkor amiket mi nem kaphattunk meg, azt most próbáljuk a gyerekeinken keresztül kompenzálni. Van bennünk egy olyan félsztés, hogy ha nem veszem meg a gyerekemnek mindazt, ami a legjobb, legszebb, és így tovább, milyen ember vagyok, nem fog szeretni a gyerekem, ha, és akkor jövünk mindenféle kifogással, hogy nem lehet megakadályozni, meg mindenkinek van. Mindenkinek van, igen. Nagyon érdekes az, hogy ezeket a változásokat, változtatásokat milyen módon vezetjük be. Mi az, amit szabad, és mi az, amit nem szabad. Ha mindent szabad, és mindent megkapok azonnal rögtön most, csak hisztizni kell, akkor ez az ember felnőttként egy, bocsánat, egy akaratgyenge, követelőző zsarnoki magatartást fog mutatni. Ennek a levét később ugyanez a generáció idősként fogja meginni. Én szeretném, hogyha elgondolkodnánk azon, hogy mi az, amit meg lehet engedni, és mi az, amit nem. Érdekes az, hogy nagyon sok kamasz annyival tudja a szülőket manipulálni, és játszmákba készíteni, hogy mit kapok meg. És mit veszel nekem, és ha nem veszed meg, akkor rossz anya vagy, vagy rossz apa vagy, vagy nem szeretlek. Ezek a veszőparipák, és ha ezt valaki hallotta, nem tudom, miért kell erről most beszélnem, valószínűleg valakinek erre az információra van szüksége. Most ezeket a mondatokat szerintem nincs az a szülő, aki legalább egyszer ne hallotta volna, vagy legalább kikövetkeztette a gyermek arc kifejezését. Vannak azok a gyilkos pillantások 10 éves korban, amik hál' Istennek csak olybá tűnnek. Igen. Próbáljuk meghúzni a határokat, kedves anyukák és apukák, és drága nagymamák. Ajaj. Mert azt hiszem, hogy itt is van egy nagy-nagy gond, mert amit anyu nem enged meg, és a nagyi igen, mert hát nekem csak az a dolgom, hogy elkényeztessem, az mind-mind mandula gyulladáshoz vezet. Igen. Egész héten vágyom arra, hogy akkor a mamánál felfordíthatom a kredenctől a padlásig, bármit, és vágyom arra, hogy nem adott mindent megkapok, igen. És amikor hazamegyek, akkor persze begyullad a mandula. Jó lenne konkrét határokat szabni annak, hogy mit kapunk meg, hogyan tesszük ezt meg. Én kipróbáltam azt a módszert több kiskoron, akik nem a saját gyerekeim, de keresztgyerekek, hogy elmegyünk a boltba, és mit fogunk venni, ezt vagy amazt, és akkor így meg lehetett akadályozni azt, hogy a fél cukrászdát elhozzuk. Tehát kommunikáció, odafigyelés, következetesség, nagyon sok mandula, sejtszaporulatot kialakulását megakadályozhatja. Igen, bizony. És ez kihat aztán a gyereknek a teljes pszichés fejlődésére és az egész az élethez való hozzáállására is kihat.
És akkor eljutunk a nyelvhez, mert ugye, mint tudjuk, már ugye bevezetted, hogy mennyi mindenre használjuk a nyelvet. Szeretném bemutatni először is ugye szövettanilag itt bal oldalon, itt is láthatjuk a felül az ektodermális nyálkahártyát, alatt és alatta pedig a nyálkahártya alatti nyálkahártyát. Nagyon jó. Ez a ezek a sötétebb sáv. És ezek a tudorodások benne, ugye ezek a nyelv gyökre jellemző, hát papillák vagy ízlelő bimboknak a kitüremkedései. Itt már egy másik rajzon látjuk ezeket az ízlelő papillákat, szemölcsöket, a bimbókat, és minden, ami ugye a nyelvvel kapcsolatos, fölötte a két rétegű nyálkahártyát. Láthatjuk, hogy ugye a keserűt azt a nyelvnek a tövén érezzük, a savanyút a nyelvnek a szélén, a sóst az előső szélén, az édeset azt a hegyén érezzük természetesen, és láthatjuk a nyelvnek a keresztmetszeti képét is, tehát egy nagyon izmos, egy izomdarabról van szó valójában, aminek a funkciói nagyon összetettek. És pontosan ez adja, hogy mennyiféle konfliktus lesz az, ami hat a nyelvre. Ha kezdjük az elején ugye a nyálkahártyáknál, ugye a felületi nyálkahártya az először ugye sorvad, aztán visszaépül, a tudományos táblázat 123. oldalán ott van, hogy ez így működik, elválasztódás attól, ami a számba került. Erről már beszéltünk ugye az AFTA kapcsán is, de ugyanez a dolog, ez a nyelven is kialakulhat. Viszont a nyelvünket egyébre használjuk is. Szoktam hallani ilyet, hogy köpök rája, hogy ez is egy rája fajta, ugye? Vagyis a megvetésünknek a kifejezése az, hogy valamire köpök rá, de nem kell valójában köpni rá, csak a megvetéssel foglalkozni, és elindul kérem szépen a sejteknek a burjánzása, lebontása, és kialakul a Lihenplan, mindjárt mutatom ezt a képeken is, erről különben már beszéltem egy másik webkonferencián is. A második rétegű, tehát a szubmukóza, nyálkahártya alatti nyálkahártya, az viszont először növekszik, ugye, és aztán a megoldásban fog lebomlani, és hát láthattuk a gombás szájüregben nem csak a száj padlás, hanem a nyelv is gombás bevonatot kapott. A nyelv viszont a nyelésnek, a tapintásnak, ugye a gyerek mindent betesz a szájába, ezt megbeszéltük, az ízérzékelésnek és a beszédnek is a feladatát ellátja. Tehát egy nagyon komplex feladatot lát el, ennek megfelelően még egyéb elváltozások is lehetnek. Nyilván a benne az őt alkotó izom az haráncsikolt izom, akaratlagosan tudjuk a nyelvünket mozgatni, és azok a mondatok, amik úgy kezdődnek, hogy képtelen vagyok, ez mind önleértékelésre vonatkozó kifejezés lesz, és mindig a megfelelő szinten a sejtek, szövetek lebontását fogja okozni. Mire vagyok képtelen, ami ugye a nyelvizomzatát érint, tehát nyilvánvaló valamit kimondani, amit mondtál, ugye, hogy a nyelvem hegyén van, de nem tudom elmondani, és itt akkor nem csak a nyálkahártya, hanem az izomzat is érintett, ezért mondtam, hogy még lesz róla szó. És ugyanakkor, ha ezt oda-vissza csinálom, bontok építek, akkor hatalmasra nő meg a nyelvnek az izomzata, és ez lesz a nyelvizom daganata. A nyelv az ízérzékeléssel is kapcsolatos természetesen, és ugyanúgy, mint a szaglás, az ízérzés, mind a kettő már a funkcióváltozáshoz tartozik, vagyis az ízérzékelés változásához nem kell sejtet építeni, sejtet bontani, hanem blokkolva lesz az ízérzékelés, mikor, ha az ízzel kapcsolatosan nekem valamilyen félelmem van, és akkor ezt az ízt
nem fogom érezni. A félelem megoldásával visszaáll az íznek az érzése is, épp úgy, mint a szaglás is visszaáll, ha az ehhez kötődő félelmet feloldjuk. Ez a Nyerle a keserű pirulát című történet, és ott is milyen érdekes, hogy nem azt mondjuk, hogy hideg, hogy kemény, hogy szúrós, hanem ízt párosítunk hozzá. Igen. És az ízeket párosítunk például az illathoz. Tehát valami édes illatú. Édes illatú. Mennyire fontos az íz érzékelés? Tehát túlélésünk alapvető zálogát tartja magában, hiszen az, ami nem jó ízű, ami ízre már megváltozott jelleggel bír, gondoljunk csak arra, hogy a gyermekeinknek adott ételeket is megkóstoljuk, hogy ugye nem romlott. Igen, meg ugye, mennyire meleg. Mennyire meleg, nem süt, elég sóse, elég édese. Lennek elsőnye a nyelvét. Mennyire fontos, hogy alapvetően mennyire az ízekhez vagyunk kötve. Nagyon sokszor nem is azért táplálkozunk, mert éhesek vagyunk, hanem egyfajta ízre vágyakozunk. Annak az íznek az élményét szeretnénk érezni. De nem csak az ízérzésről van szó a nyelvvel kapcsolatban, hanem még sok minden másról. Mit látunk a képen keresztül? Hát itt van, amikor ugye az ektodermális program valamitől el akarok választódni, vagy megvetéssel gondolok rá, köpök rája, ugye, ha konfliktus aktív szakaszban marad folyamatosan a történet, akkor létre fog jönni ez a szövethiány, ami a le nem zárt konfliktussal mit fog csinálni? A szövethiány egyre mélyebbre hatol, épp úgy, mint a mészáj nyálkahártyáján is. Ugyanez a helyzet, a nyálkahártya elkezd sorvadni, és ha nincs leállítva a program, akkor bizony ez a program lehatol egészen még a mészájat alkotó izomzatra is. Itt is ugyanolyan történet. Úgy képzeljük el, biztosan vannak sokan, akik telefonon hallgatják, és nem látják jól a képet, mintha egy lyuk keletkezne. Igen, mintha nyelven menne, igen, egy szövethiány, mintha onnan kikaptak volna egy darabot a nyelvemből. Én köszönöm ezt az orvosi terminus technikus, én lyukat mondtam, de rögtön szövethiányt. Köszönöm. És mi van a másik képen? Én arra is vigyázok, hogy azért a kollégák számára is a prezentáció megfelelő élményt nyújtson. A másik oldalon látjuk a szövet többletet. Ez ugyanannak a programnak a folytatása, csak azt látjuk, hogy itten az a gond, hogy függő gyógyulásról beszélünk megint, vagyis bontok építek, és a végén több szövetet építettem vissza, mint amit lebontottam. A program ugyanaz. Kérdés, hogy folyamatosan konfliktusban vagyok, a baloldali kép, vagy ezzel a történettel mondjuk naponta találkozok 10 óra 10 perctől 10 óra 20 percig. Vagy lehet egy olyan történet is, mondjuk, amikor egy kolléga folyamatosan hibázik, rosszul látja a dolgát, és már nem is szólok neki, hanem inkább elvégzem, én köpök rá, megcsinálom, de ne kelljen vele vitatkoznom. Hát bármi lehet. Ez még konfliktus nekem? Hát lehet konfliktus, de lehet egy párkapcsolati konfliktus is. Az, amit ugye a nagy szerelemből lesz a hatalmas csalódás, mert nem teljesítette az én elvárásaimat, és ezután a megvetés, a köpök rája történet elindít egy nyelvgyök rákot. Hát ez egy olyan történet, ami nem az elfogadással végződik, hanem valamilyen szintű beletörődéssel, vagy konfliktus kerüléssel együtt. Ez biztos, hogy érzelmileg nincs feloldva. Ez a lényege, mert hogyha párkapcsolatnál tartunk, és lezárnák azt a bizonyos történetet békével, örülnének annak, hogy eddig életük mennyis jót hozott, és tudomásul veszik, hogy másképpen gondolkodunk, és ezért nem tudunk már együtt maradni, akkor ez nem történne meg. Sajnos van ilyen esettörténetem is, ezért tudok erről konkrétan beszélni.
De ugye mondtam, hogy a klientvával még mutatom képet, itt látjuk, ez is elválasztási konfliktus függői gyógyulásban. Itt látjuk ezeket a szürkés-fehér csíkokat, szövetszaporulatokat a nyelvnek a szélén, illetve amikor az egész nyelvre kiterjedő konfliktust élnek, tehát az egész nyelv felszínen lesorvad a nyálkahártya, ugye ez lesz az úgynevezett glossitis exfoliativa, aminek a lényege, hogy látjuk ezt a térképszerű nyelvet, és ez nagyon érzékeny és fájdalmas, mert konfliktus aktív szakaszban van az a program, ami éppen a nyelvéhez kötődik. Most a fogakról is kellene néhány szót ejteni. Nem véletlen, hogy ezt a képet itt jobb oldalt alól hoztam a fog szerkezetéről, mert látjuk itt ezt a kék színnel jelzett egészen vékony vonalat, na ez a fognak a zománc rétege. Alatta van a dentin réteg, és ugye az egész fog benne van a fog ágyban. Ezeket a dolgokat fogjuk most akkor megbeszélni. A fogakat mire használjuk? Harapásra, tépésre. És az a konfliktus, amikor nekem nem szabad valamire ráharapni, megharapni, képes lennék rá, de nem szabad, akkor mindig a zománc réteg lesz az, ami sorvadni fog, ami hát a konfliktus aktív szakaszban már is tüneteket okoz, jelzem, ez is az őszáj nyálkahártya séma szerint működő nyálkahártyának az átváltozása zománcá, vagyis itt érezni fogjuk, érzékeny lesz a sósra, az édesre, a hidegre, a melegre, tehát bármi bekerül az embernek a szájába, a foga végig, ugye a fog felszíne érzékeny lesz erre a történetre, mert bele harapnék, de nem szabad. Hammer doktor nagyon jó biológiai kutyatörténetet hoz, ugye amikor a nagy kutyának megtiltják, hogy a kisebbikbe beleharapjon, akkor a nagy kutyának elindul a fogán a zománc rétegnek a sorvadása. Ugyanez van például testvérféltékenység esetében. Pontosan ez van. Mikor a nagyobb testvér meg tudná ütni, verni a kisebbiket, igen. Indoka is lenne rá több száz, mert elvette, mert ránézett, mert azt igen. mondta, de nem szabad, mert a nyálandóan fegyíti, vagy nem szabad verekedni. Így van, és ennek a központját a régióban, látjuk itten a lenti képen, ennek a központja itt van az agy kérgi szinten. Beszéltünk itt a testvérféltékenységről, egészen friss, kettő napos történetet tudok erről elősegíteni. Igen, megnéztem a keresztfőtéket. Igen, a keresztfiúk, aki 4 éves elmúlt, óvodába jár, és hát ugye azzal a jó neveltséggel, hogy nem szabad verekedni, indult neki az óvodának. És jó nevelt kisfiú létére egy nálánál 1 évvel fiatalabb kislány. Bocsánat, ez nem az a történet, ez egy beteg történet, de teljesen mindegy. Egy 4 éves kisfiút, egy nálánál 1 évvel fiatalabb kislány, kiscsoportos kislány elkezdte püfölni. Ugyanez volt a történet, hogy nem szabad verekedni, és benne volt ez a jól nevelt dolog anyutól, és hazament sírva, hogy nem tudtam visszahúzni a haját, mert nem szabad. De én úgy megverném, hogy. És akkor persze az anyukák ilyenkor próbálják ezeket a konfliktusokat már az óvodában elintézni. Igen. Hogy szólok annak a gyereknek az igen. anyukájának. Vagy én felnőttként szólok egy gyereknek. Igen. Sajnos is. Ilyen is van, hogy próbálom ezt megoldani, hogy és mit akkor, szabad és mit nem. És láttunk az óvodában olyan gyerekeket, akiknek a fogzománca teljesen le van pusztulva, és elfeketednek a fogai. Így van, és nem a fogápolási problémákról van szó, mert maradjunk csak ennél a példánál, és nem véletlenül hoztam ezt be, hogy én, mint anyuka, elmegyek az óvodába rendet tenni, mert
nem tudok bántani egy 3 éves óvodást, tehát mégiscsak felnőtt vagyok, hát nem téphettem szét a Jancsikát a kis csoportból, de megérdemelné. Igen, és akkor ott van, hogy a dentin réteg fog lebomlani, mert képtelen vagyok ezt a rossz kréköt rendbe tenni. Igen. Képtelen vagyok. Ez a lényege, hogy önleértékelésként éljen meg, vagy a kisebbik gyerek éli meg azt, hogy én képtelen vagyok a nagynak, a nagyba belerugni, ezt nagyon szeretnék belemarni, de kicsi vagyok és képtelen vagyok rá. Képtelen vagyok megvédeni a gyermekemet az óvodában, képtelen vagyok megvédeni önmagamat a főnökömmel szemben, nem legszívesebben beleharapnék. Igen, de képtelen vagyok rá. Szét tudnám tépni, de nem tehetem. Bocsánat, nem. Az előző volt az, hogy de nem tehetem. Igen. A másik az, hogy azért nem teszem, mert képtelen vagyok rá, mert ő az erősebb. Igen. Nagyon lényeges ezeket tisztázni. Tehát, amikor képtelen vagyok beleharapni, akkor a dentin réteget fogom lebontani, és ennek az lesz a következménye, hogy ugye a fogorvosnál kiderül, hogy hatalmas lyuk keletkezik az ellátás során, mert ugyancsak be volt egy kicsike helyen repedve a zománc réteg, kiment alóla az alap, de alatta a dentin olyan puha, hogy folklon kanállal ki lehet szedni, és vagy turbinával. És ilyenkor haragszunk a fogorvosra, hogy volt egy pici pötty rajta, és miért, hogy ki, hogy kiválta. Mekkora nagy lyukat csinál. De az egész, mondom, mint a sajt úgy jár a fogorba, ilyenkor a dentin réteg. Tehát képtelen vagyok, mert ő az erősebb. És jön aztán a harmadik rész, amikor is jön a fogíny. Ugye a fogíny az, ami a fogat bent tartja. Itt már én képes lennék megtenni, de mégsem teszem. Ez a visszafogott dű lesz az, ami lebontja a fognak a tartó szövetét, vagyis a fogíd. Amikor csak elkezdem lebontani, akkor ugye kifognak azt látjuk, hogy sorvad a fogíny, és a fognak a nyaka már kilátszik. Amikor meg megoldási szakaszba fog menni, akkor természetesen jön a fogíny gyulladása. Ha pedig ez a visszafogott dű nincs feloldva, újra meg újra elmúlik, na akkor függő gyógyulásban ott lesz a krónikus fogíny gyulladás, és nyilván a fogak ki fognak potyogni. Van még erősebb dolog is, amikor valakit szét tudnék tépni, nem csak beleharapni, hanem széttépni. Na most, ha láttunk már kutyákat egy rongyon verekedni, akkor látjuk, hogy rángatják a fejüket jobbra-balra, ráharapnak valamire, és azt nem engedik el, és ehhez viszont nagyon erős állkapocs kell. És az állkapocs az ízületével és a csonttal együtt itt fog részt venni. Nyilvánvaló, hogy az érzésnek az ereje dönti el, hogy az ízület lesz érintve, vagy pedig maga az álcsont. Ha képtelen vagyok széttépni a riválisomat, ugye, akkor a konfliktus aktív szakaszban kattogni fog az állkapocs, a megoldásban jön az a temporomandibuláris ízületnek a gyulladása, vagy állkapocs ízületnek a gyulladása. Az állkapocsnak a csontja a legsúlyosabb megélés. Hát teszem azt, egy feleség rájön arra, hogy egy fiatal rivális tűnt fel a horizonton, és azt éli meg, hogy szét tudnám tépni ezt a dolgot, ezt a rivális, de képtelen vagyok rá. Nagyon lényeges, hogy ugye az önleértékelés önpusztítás, és a legsúlyosabb önleértékelés az a csontot érinti. Hát nem tudja megérinteni, egyszerűen nincs lehetősége még arra sem, hogy belérugjon. Értjük? Tehát egy elérhetetlen valaki a rivális, és ezért ő képtelen széttépni, de nagyon szeretné, de képtelen széttépni. Nos, akkor az állkapocsnak nyilvánvaló, hogy a partner oldali részét fogja
lebontani, balkezesként a bal oldali oldalát, jobbkezesként a jobb oldali ívét az állkapocsnak, és a sorvadás az egészen, ha nincs feloldva, egészen az állkapocs eltöréséig, spontán töréséig mehet. De ha megoldódik, akkor jön az egésznek a visszaépítése, és hát az nagyon, de nagyon kellemetlen és fájdalmas történet lesz, ismerünk ilyen esetet, és gennyes csontdarabkák ürültek a bőrön keresztül, annak minden illatanyagával a gyógyulási szakaszban. De az illető ismerte a germán gyógytudományt, és tudta, hogy minden fájdalma ellenére ő most gyógyul, és bizony gyönyörűen begyógyult a sebe, és megerősödött a csontja, mondjam azt, hogy erősebb lett, mint volt. A nyálmirigyekről is szót kéne ejteni, mert ezek is itt vannak, és ugye láthatjuk rajzon, és láthatjuk képen is, ez például a fültőmirigy, illetve hát itt alatta láthatjuk a nyelv alatti, állkapocs alatti nyálmirigyeket. Ezek a nyálmirigyek különböző minőségű nyálat fognak adni. A fültőmirig mindig a savos, a híg nyálat fogja adni, a nyelv alatti nyálmirig pedig a nyálkos nyálat. Nyilván a nyálnak a mennyisége és minősége igazodik ahhoz, hogy milyen táplálék jut a szánkba bele. Na most a mirigy állomány, legyen szó bármelyik mirigyről, mindig a falat megszerzését hivatott szolgálni, ugye, mert a minden, amit beveszünk, amit magunkhoz veszünk, azt megnyálazunk, és minden, ami távozik belőlünk, az is nyálkával távozik, és ugye azért van a végbél, a másik végén a tárcsatornának, szintén a nyálkahártya szaporodásával daganatos elváltozás. A mirigy állomány itt ugye nem a nyálkahártyában van, hanem külön mirigyek vannak, nem mint a végbőlben, itt külön mirigyek biztosítják kivezető csatornával a nyálnak a szájüregbe való jutását, és a falat megszerzése céljából a mirigy állományt mindig föl fogjuk szaporítani, a megoldásban pedig nyilvánvalóan lebontjuk, és hát ez gombás baktériumos lebontást lesz, ami hát annak a megfelelő gyulladását, a mirigy megfelelő gyulladását okozza. De ne feledjük, hogy függő gyógyulásban a mirigy állomány elsorvad, egyre kevesebb lesz a nyálnak a mennyisége, ez lesz a száj szárasságnak az oka, a nyál hiánynak az oka, illetve ezt mukoviszcidózisnak nevezik, ami a nyálmirigyeket érinti. A kivezető csatorna az ellenkező érzésről szól, amikor nem tudom, nem akarom, vagy nem szabad megkapnom azt, amiről szó van, tehát megint csak falatról van szó, és ennek a csatornának a konfliktus aktív szakaszban a bontása, majd utána a visszaépítése történik meg, itt vagyunk a csatornáknál, például a fültőmirigynél. Tehát tágítom, amikor nem tudom, vagy nem akarom, vagy nem szabad megkapnom azt, amit szeretnék. Aztán, mikor megkapom, visszaépítem, és ugye elzáródik a kivezető csatorna, mi lesz a következmény, megduzzad a fültőmirigy, és ezt egyszerűen humusznak fogják nevezni. Lehet, hogy a kedves hallgatóknak már kezd elegük lenni az gyermekkori történetek meséléséből. Most mindenkit megkövetek, de nagyon emlékezetes MUMS történetet mondok el, és hát mi lehetne jobb, mint a saját történet, hiszen ezt éltem át. A 7. születésnapom szervezése körül nagyon fontos és sürgős teendőim voltak mindenkit meghívni, mindenkinek szólni, hát ezt anyukám is megtette, de én is személyesen mindenkit meghívtam, meghívót rajzoltam, és így tovább. Viszont akkor terült ki, hogy az apukám ezen a születésnapi partén, ami nyáron van, és mindig egy vasárnap délutáni tejázás, süteményezés, családi ebéd előzött meg, fényképezünk. Igen. Hívásával, akkor még nem voltak ilyen
modern eszközök, volt egy fényképész, aki eljött, és hát szerintem nagyon sokan ismerik ezeket a történeteket. Kiderült, hogy az apukám nem fog tudni ott lenni. Valami hetes történet volt, egy több mint egy hétig húzódott, hogy ott lesz, nem lesz ott, hogyan lesz, miként lesz. Egyszerűen nagyon sokáig bennem volt az az érzés, hogy nem tudom ott a, nem tudom megkapni azt a lehetőséget, hogy az apukámmal együtt ünnepeljem a hetedik életévemet. És hát egyszer 7 éves az ember, mondta mindig anyukám, mindig egyszer voltam 5 éves, meg 7, meg így tovább. És ezt nagyon fájlaltam, hogy miért nem lehet az apukámot, miért nem szabad nekem megkapnom őt a születésnapomra. A születésnapom előtti, tehát az ünneplése előtti nap, ez valószínűleg szombatra esett, mégiscsak kiderült, hogy hát akkor mégiscsak ott tud lenni. El fog jönni, és hát nagy örömben még aznap este belázasodtam. Másnap bumszosan ébredtem. A hetedik életévemben ilyen kis pulykapofi fotón készítettek rólam, a család össze lett hívva, fényképésznek időpont volt, tehát nem lehetett elhalasztani. És a mumszot meg lett örökítve. Meg lett örökítve, hát ilyen kis malacpofival vagyunk végig megörökítve, a mosolyom sem teljesen természetes. De lám, milyen jó ez a történet, mert remélem mindenki megérti, hogy a mumsz mindösszesen csak ennyi. És akkor nem kellene félni attól, hogy valakinek ez majd rámegy a heréjére, ugye, mert jönnek a félelemkeltések, hát igen. Hogy mumszos volt, és hát attól lett, az lett a probléma, és azért nem tud gyereket nemzeni, nem? Valaki azért nem tud gyereket nemzeni, mert veszteség konfliktusa volt. Hát nyilván lehet a kettőt együtt is megérni. Lehet, hogy ugyanarra nőre vágyott, és mint falakként, hogy bekebelezze, tehát ez lehet mind a kettő, viszont nagyon figyeljünk oda arra, hogy miként kommunikálunk a gyerekekkel. Mert igen. Feltételezem, hogy ez a történet, aminek nem mondtam el minden árnyalatát ebben az esetben, de ebben a történetben is kommunikációs akadályok voltak. Mert az, hogy hogyan közlök egy gyerekkel egy olyan hírt, ami számára nem kedvező, ott azért nagyon sok javítandó dolog van. Nagyon sokszor felnőttként komolyan állítunk olyan történeteket, amivel csak ugratjuk, hecceljük, hát cukkoljuk a gyereket. Én ezekkel a történetekkel nem tudok egyetérteni, és azt gondolom, hogy hibás nevelési struktúra valakit heccelni, hogy nem megyek, de közben igen, de nem szólok. Igen. És mindenféle egyéb módon adom, nem adom, megkapod, ha feltételhez kötöm, ha meghívsz, ha... Tehát ezek a felnőtt kori játszmák... A gyerekek nagyon komolyan veszik. Ezek nem gyerek léleknek való, és nagyon sokszor, mint ahogy az én történetemben is volt, az elvált szülők a gyerek láthatása körüli történetekbe visznek be különböző játszmákat, mert mint kiderült, hogy semmilyen egyéb fontos dolga nem volt az apukámnak, akkor csak anyukámat akarta egy kicsit valahogy heccelni, csak hogy túl jóra sikerült, mert ugye én lettem mumszos, tehát vigyázzunk arra, hogy hogyan kommunikálunk, főleg ott, ahol anyuka és apuka külön élnek. Nagyon sok olyan történet van, ami ide kötődik, anyu megengedi, apu nem, vagy fordítva. Kinyit ígér a gyereknek, és aztán kimagyarázzuk, hogy azért nem fogod megkapni, fiam, a biciklit, mert még mindig nem tudod ezt vagy azt. Pedig megígértem Betszóra neki, hogy megkapja. Olyan banális történeteket hallgatunk végig sokszor konzultáción, hogy nagyon pici kellett volna ahhoz, hogy ez elkerülhetővé váljon. Figyeljünk egy kicsit jobban. Hát ezért nagyszerű a germán gyógytudomány ismerete.
És ahogy a bevezetőben is mondtad, a legjobb megelőzés az, hogyha tudjuk, hogy egyáltalán hogyan működünk. És a végére egy összefoglalás, erről már szó volt a Sjögren-szindróma előadásban, ugye, és már mondtam, hogy a szájszáradás, a xerosztómia, a nyálmirigyek programja függő gyógyulásban, ugye a falat benyálazása, elkapás, kiköpés végén. Aztán ott van az égés fájdalom, az már a nyelvet érítő konfliktus következménye, van ízérzés zavar, a zavaró ízek kiiktatása véget, a fogaknak a korai romlása, ugye mert szétépném, de nem tehetem. Aztán ott van, hogy meg akarok szabadulni valamitől, és valami falattól, és kialakul a szájzugnak a gyulladása, vagy éppenséggel a gombáknak a jelenléte, mert el akarom kapni a falatot, és ez függő gyógyulásban marad. Lám, hogy a Sjögren-szindrómának ez csak egy része, ugye még egyéb tünetek vannak, de mint ahhoz, azt akkor elmondtam, a Sjögren-szindróma valójában sok értelmes biológiai külön program függő gyógyulásban. Olyan, mint egy csodaszép májusi virágcsokor, amiben mindenféle virág van, és remélem, hogy ezekből tudunk vállalni, és észre tudjuk venni azt, hogy ez nem egy nagy tünethalmaz, hanem egy ember többféle megélésének következménye. És ahogy szoktam mondani, minél intelligensebb valaki, annál tökéletesebben tudja magát szétszedni. Remélem sikerült a mai napból is megérteni az alapokat, mert hiszen a germán gyógytudomány ehhez hatalmas segítség, nem a meghatározott dolgoktól, a statisztikai adatoktól függ, vagy az iskolázottságtól, hogy kinek milyen betegsége lesz, hanem attól függ, hogy hány fel nem oldott érzelmi konfliktusa van, ebből adódóan a sínek mikor és hogyan fognak aktiválni, és az is számít, hogy mennyire halmozzuk a konfliktusokat, mert ez viszont a személyiségünket, a viselkedésünket, hangulati változásunkat is befolyásolja. Vagyis, ha feloldjuk ezeket a konfliktusokat, akkor valóban az okokat fogjuk kiiktatni, csak hogy ezt érzelmileg kellene megoldani. A germán gyógytudomány tényleg tudomány, mert rendelkezik a tudományosság ismérveivel, reprodukálható, összehasonlítható, előre jelezhető. Nincsen olyan, hogy egyeseknél így lesz, másoknál meg amúgy lesz. De ha nem oldom fel érzelmileg mindazt, amit érzelmileg indítottam el, hát akkor kérem szépen szenvedhetünk tovább tudományosan. Nagyon szépen köszönöm, Karesz, ezt a fantasztikus előadást, és nagyon köszönöm azt, hogy ilyen precízen összeszedted az összes szájhoz köthető konfliktust. Hát a leggyakoribbakat, szóval amiért, hogy mindenki hallott már, mert azért vannak még itt. Köszönjük a szerénységedet, ezt a... Én azt hiszem, hogy a többiek a hallgatóság nevében is megköszönhetem azt, hogy érthetővé, egyszerűvé, kézzelfoghatóvá és bárki számára megérthetővé teszed azokat a történeteket, azokat a diagnózisokat, amelyeket gyakran kapunk, vagy találkozunk velük.